befogadják a székely betlehemes játékot. Befogadjuk. Gyertek be. Bonyhádon jártak a csobánolók, akik otthonában látogatták meg Potápip Árpád János államtitkár urat. A 18. században alakult ki a misztériumjáték papi segédlettel a székelység körében. Ezt a népszokást a mai napig tartják, és karácsonytól vízkereszt napjáig járják a házakat. A bukovinai székelyek 1941 óta élnek újra Magyarországon, 45-től pedig itt a Völgységben, Bonyhád környékén, és elmondhatjuk azt, hogy a hagyományaikat, a népszokásaikat nem csak Bukovinában tartották, meg utána Bácskában, hanem itt a Völgységben is, és így a karácsonyi népszokások is újraélőek. Elmondhatjuk azt, hogy a csobányolás is szerves része a karácsonyi népszokásoknak. Néhány évvel ezelőtt, illetve már jó 10 évvel ezelőtt újraélesztettük ezt a népszokást. 10 éve a szellemi kulturális örökség nemzeti listájára került a bukovinai székely hegyi pásztorokról elnevezett betlehemes játék. A szellemi örökség része lett 2013-ban a bukovinai székely betlehemes, amit csobányolásnak hívunk mi, és jó látni azt, hogy a falvakban, illetve itt a városon is kezd élővé válni újra ez a népszokás. Örömmel vettem azt, hogy minket is felkerestek a csobányolók, és ilyenkor nem csak a régi szokásoknak a bemutatása, a felelevenítéséről van szó, hanem arról is, hogy újra találkozunk egymással. Nem csak az idősebbek szokták továbbvinni a népszokásokat, hanem a fiatalok, a gyerekek is ebbe bekapcsolódnak. Nem csak egy körünk van, hanem gyakorlatilag minden bukovinai székelyek által lakott településen működik székelykör. Azok az év minden részében a táncokat, a dalokat, az egyéb hagyományokat viszik tovább, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a bukovinai székelység itt Magyarországon is megőrizte az identitását, megőrizte a szokásait, a hagyományait. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója elmondta, hogy a csobánolás intézményükben hagyományosan az év végi programok között szerepel. Nagy örömmel jöttem a mai napon ide Bonyhádra a csobányolás, a bukovinai székely betlehemes játék megtekintésére, hiszen én egyfajta főpróbaként is tekintek erre a mai előadásra, mert 2 nap múlva, december 29-én, pénteken, este 6 órakor a Magyarság Háza Galéria ad majd helyszínt ugyanennek a csobányolásnak. Most már évek óta visszajáró vendégeink ők, nagyon-nagyon szereti a közönség, hogy ővelük zárjuk az évet, és a Magyarság Háza Galéria egyébként azért is érdekes, mert most a Krisztus születését megjelenítő kortárs festőművészek kiállítása zajlik éppen, és azt hiszem, hogy ennél szebb keretet nem tudnánk adni neki, amúgy meg a Szent István Bazilika, a Parlament és a Magyar Tudományos Akadémia háromszögében helyezkedik el ez a kis kuckó a művelődést és a magyar kultúrát szerető embereknek, és itt lesz a következő előadásunk. A csobán szó pásztort jelent, a csobánolás pedig pásztor járást jelent. Engem kértek meg, hogy betanítsam ezt a csobányolást, vagy betlemezést, andrásfali betlemezést, és mivel a legjobb barátunk volt a fekete csobány, aki meghalt, és megkértek engem, hogy az ő emlékére ne hagyjuk abba, tovább folytassuk ezt a betlehemes játékot, és akkor a legjobb barátja vette át a szerepét, úgyhogy nagyon megható volt, amikor megláttam ott érdelt a betlehem előtt, és a barátom helyett nyújtotta át a ajándékot a kicsi Jézusnak, hát igen, könnyesek lettek a szemek. Karácsony másnapján felöltözve elmentek a templomba, a betlehemesek, és a mise után első volt a pap, és akkor a bíró, és akkor így mentek tovább házról házra, tehát
olyan ház nem is volt, ahol nem fogadták be, mert tulajdonképpen örültek, ha mentek a betlemesek, mert áldásosztás volt, és az áldásosztás az akkor van, amikor a király mondja, hogy mi pedig elmenjünk, vígan maradjanak, áldás békességet kívánunk az elkövetkezendő új évre. Az Isten tartsa meg kenteket. És akkor tudta mindenki, hogy ez egy áldás, és ezt el is hitték, és ez így is volt jó. A pásztorjárás szereplői a Szent Család szálláskeresésével párhuzamot von a székelyek vándorlása és otthon keresése között. Én úgy gondolom, hogy minden bukovinai székely nagyon büszke a származására, és ezeket a dolgokat, egyáltalán azokat a szokásokat, hagyományokat, nem csak a csobányolást, hanem minden egyéb más dolgot próbál átadni a gyerekeinek, próbál átadni az unokáinak, annak érdekében, hogy ezeket ne felejtsük el, ne veszítsük el, mert ahogy ezek a magyar kultúrának a részei, ugyanúgy az európai kultúrának is a részei, is erre nyugodtan büszkék lehetünk. A házalon népi színjáték mára már a színpadon, iskolákban, templomokban bemutatott változatát láthatjuk. A betlehemes játéknak a szórakoztatáson kívül közösségépítő ereje is van a hagyományaikhoz hű bukovinai székelyeknél. Mi jó hírek vannak mostan a városban? Mondd meg, hát hívszolgám néke bizonyosan. Felséges királyom, oly emberekre találta bajtódon, nem hinném, hogy jó szándékkal jövének országunkba. S ha befogadjuk, elvesz hatalmunk, s ez ékes városból ippek kipirulunk. Már ez így van, hívszolgám, zárd be az ötöt, éppen béserez.